Sziasztok srácok! A mai videóban gyakorlatilag az egyetlen cél az, hogy egy picit megismertessek titeket a jövendőbeli csatornánk működésével, miről fog szólni, mi lesz a neve, milyen koncepcióval állunk elő, milyen gyakran fogunk feltölteni videókat, mi az a klán, amiről beszéltem az előző videóban, aki látta, azt tudja, miről beszélek, illetve hogy mi az egésznek a célja. Szóval, egyedül vagyok a mai videóban, ahogy látjátok egy pár jelenet megy a videó alatt, igazából ahogy beszélek. Ez gyakorlatilag egy picit ugyanúgy egy ilyen hangulat csinálónak van a videó alatt. Egy pár jelenet, hogy mégis lássatok, hogy miről szól a játék, hogy egy picit talán ti is kedvet kapjatok hozzá, és hogy majd amikor a másik csatorna elindul, akkor velünk tudjatok tartani. Szóval, az új csatorna neve gyakorlatilag igazából nem túl bonyolult, ugye a klán neve FunPlayHun, aki már esetleg az előző videót látta, az talán láthatta is kiírva ugye a klánnak a nevét. Az ötlete pedig onnan jött igazából, hogy mivel rengeteget játszunk Destiny-vel, és szeretjük is, és úgy érezzük, hogy egész jók is vagyunk benne, miért ne adjak át nektek ezeket az ötleteket, ha már egyszer tényleg ennyi időnk benne van, és ennyi mindent elértünk benne, mindjárt mondom, hogy mik vagy micsodákat, akkor inkább segítsünk picit nektek is, mert nem biztos, hogy mindenki tudja azokat az infókat, azokat a guide-okat, amiket mi biztosítani fogunk nektek. Láttam is már egy-két kommentet, hogy igen, a játék alapból egy picit nehéz, bonyolult, de én úgy érzem, hogy megfelelő guide-ra, egy megfelelő tutoriálokkal mindent meg lehet csinálni. Gyakorlatilag az egésznek a célja az, hogy ugyanúgy ezt a rést, mint ezt az úgymond egy ilyen kis közösséget kitölteni. Tehát, ahogy mondom, magyar, hát nem azt mondom, hogy piacon, de hogy tényleg hogy a magyar közösségben egy kis szerepet játszani. Mivel hogy úgy veszik észre, hogy ezt mondtam az előző videóban is, aki látta, hogy nincs nagyon magyar Destiny 2 videó. Igen, van egy-kettő, de szerintem, és tényleg nem szeretnék senkit megbántani, nem mindegyik ad olyan mennyiségű információt, amire mondjuk egy átlag játékosnak szüksége lenne. Szóval ezért is szeretnék egy picit kibővíteni a titulásokat is, bocsánat, tehát a tiéteket is, illetve azt is, amit mi csinálunk. Egy picit jobban megismertetni veletek, stb. Na most a koncepciója a Destiny 2-nek igazából nagyon egyszerű. Vannak raidek, vannak strike-ok, ami egy PvE activity, tehát elemeket kell, gyakorlatilag mobokat kell ölni. PvP része, amikor nyilván emberek játszanak emberek ellen. Egy gambit része, ami a PvE és a PvP keveréke, és igazából az egész kezdődik egy sztorival, de gyakorlatilag ezt nem is nagyon szeretném lelőni, hiszen aki már játszott a játékkal, az tudja, hogy a sztori egyébként annyira nem lényeg a játékban. Vigyétek végig, aki játszik vele, tényleg nem olyan játszik nagy szerepet, annyi, hogy a későbbi sztrákokban majd igazából úgyis mindenki még fogja négyszer vinni, aki sokat fog sztrájkozni. De erről majd igazából tényleg a másik csatornán szeretnénk beszélni, hogy melyik játékból mit csinál, mit kell tudni róla. Igazából tényleg ez most nem hiszem, hogy ennek a csatornának a célja. Milyen gyakran fogunk feltölteni videókat? Az elején biztos, hogy nagyon gyakran. Tehát a napi videó feltöltése a másik csatornán biztos, hogy játszani fog. Nem mindig meghatározott időpontban, tehát lehet, hogy mit tudom én mondjuk lesz egyszer délelőtt, utána délután, utána este, mindegy. De biztos, hogy az elején, az első pár hónapban minden nap lesznek fent videók, legalább heti 5-ször, tehát az azt jelenti, hogy igen, most hülye hangzik, de legalább hétfőtől péntekig mindig. Azért mondom ezt, mert valószínű, hogy lesz a klánnak egy, illetve a csatornának, YouTube csatornának nem tudok beszélni. Szóval a csatornának lesz egy Twitch oldala, ahol igazából hétvégente szeretnénk egy picit live-olni nektek, ha meg lesz a megfelelő nézőközönség. Illetve ha még nincsen ez meg, addig a hétvégente pedig szeretnénk a videókkal foglalkozni, hogy a hét 5 napjában, tehát az 5 munkanapjában tudjatok, illetve tudjunk biztosítani nektek tartalmat, és ezt meg tudjátok szépen nézni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ugye az előző videóban benne volt Zsofi, ő lesz a mi kis vágó kollégánk, illetve még egy páran fogunk így videókat szabdalni és videókat editálni nektek. Reméljük egyébként, hogy élvezni fogjátok, tehát ez biztos, hogy nagyon magas minőségű content lesz, tehát hogy jó lesz a tartalom nagyon. És igazából, ami még tudni kell a videókról, hogy ha ti kéritek, akkor azt mi megcsináljuk. Szóval, hogy lesz, mondjuk tudom én, legyen egy olyan kérés, hogy mondjuk az egyik, nem tudom, pisztolyhoz mit kell csinálni, hogy meglegyen, akkor azt mi megcsináljuk, végig tudjuk vinni a questet, végig tudjuk mutatni, hogy miután mi következik.
Ez az egyik fele. A másik viszont az, hogy ugye mi szeretnénk a raidekre kiélezni az első mondjuk pár hetet a csatornán, ugye a raidek a 6 fős activity-k, amiket gyakorlatilag nagyon komoly stratégiát és összhangot igényelnek a csapattól. Tehát ezekre szeretnénk először kiélezni egy picit a dolgot, de nyilván lesznek még PvP tartalmak is, gambit és ahogy tényleg minden, ahogy ti is óvatjátok, illetve hogy nekünk is éppen esik ugye a tartalom befele. Szóval igen, ahogy említettem, heti 5 videó lesz biztosan, lehet, hogy néha 6, akár 7 is, attól függ, hogy mennyi a tartalom és mennyi időnk van éppen szerkeszteni videót. Gyakorlatilag egy pár szót a klánról szeretnék még mondani, és hogy mi a jövőben a csatorna célja. A klán egy éve működik, aki már látta az előző videót, azt tudja. Egy éve működik a klánunk, 18 novemberébe kezdtük, és most már lassan 19 novemberig elérünk, tehát lassan most már egy éve leszünk így a játékban. Rengetegen megfordultak nálunk, viszont tényleg egy szabály van, hogy legyél fenn Discordon. Nem érdekel, hogy hányas szinten vagy, hogy milyen power leveled van, stb. Amíg aktív vagy, és a közösségben is aktív szerepet játszol, addig nem érdekes igazából, de ez most nem a klánfeltöltés szól. Ez nem a szortírozás, meg az embereknek a csábításának a helye. Szóval, tényleg egy éve vagyunk, meg is szeretném mégis nagyon sokáig csinálni, úgyhogy ezt majd meglátjuk, hogy meddig fog tartani, de amíg a csatorna él, amíg a következő csatorna él, addig biztosan lesz ennek helye. A csatornának a célja, amit meg fogunk majd csinálni, illetve hát már szinte készen is van, gyakorlatilag, ahogy mondtam, hogy nektek segítsünk. Tehát nyilván, amit nem tudtok, azt idő után, ahogyha meg lesz a megfelelő videó mennyiség, azt meg fogjátok tudni szerintem tanulni. Aztán tényleg, hogyha bármi óhasó vagy kívánság van, azt nagyon szívesen segítünk megcsinálni, illetve megmutatni. Igazából szerintem ennyi lettem volna mára, de nyilván még nem szeretnék lelőni minden poént, ami a csatornával kapcsolatban tudnivaló, viszont amit még így szerintem zárásképpen el tudok mondani, hogy a jövő hét hétfőn, tehát 29-23-án fog indulni az egész, és meglátjuk még, hogy tényleg, hogy milyen gyakran lesznek fent ezek a videók. De ha időnk is engedi, akkor mondom, heti 5 az biztos, inkább 6, de hogyha nagyon sok időnk van, akkor legyen 7 is. Szóval én amondó vagyok, hogy várunk titeket ott, meg fogunk adni még egy csatorna linket, majd a videó leírásában. És szerintem tényleg mindenkit várunk ott szeretettel. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag a csatorna célja nem az, hogy erről a csatornáról, amit most azt, hogy feltöltjük, elcsábítsuk az embereket, hanem mind a kettőt nézzétek, egy picit innen is megmutatni, hogy igen, ez egy jó csatorna, jó klán, jó csapat. Úgyhogy tényleg én nagyon szeretném, hogyha minél többen nézzétek minket, és hogyha találkoznánk akár Destiny-ben is. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, és akkor remélhetőleg ott találkozunk. Sziasztok!